I am announcing today my final. Jézusom! Adószedőnek hívnak. Itt keménynek kell lenni. Azt mondták, hogy 50 000 fontnyi heroint vettem el tőle. Még egyszer sem veszítettem. Ez a harc halálra megy. Ez genetika. Ennyi. Itt én vagyok a törvény. Felemeltem, megfogtam és nekivágtam az ajtónak. Beverte a fejét, aztán lefejeltem. Erre hátra esett. Nagyon keményen vágtam az ajtónak. Brian Cockrill, Nagy-Britannia egyik leghírhettebb gangstere, aki az alvilág egyszemélyes igazságszolgáltatásának tartja magát. Az ő világában minden új nap az utolsó lehet. Brian Cockrill 20 éven keresztül milliókat szedett össze brutális fellépésével. A bevételt adónak tekinti. Egyfajta illetéknek. Amit azért fizetnek, hogy a környékén üzletelhessenek. Az adóztatás az, amikor a drogdílerek drogot árulnak az utcán, amiért természetesen pénzt kapnak. Aztán jövök én és elveszem a pénzüket. Nem mehetnek a rendőrségre, hogy feljelentsenek, amiért elvettem a pénzüket, mert a drogárusítás törvényt tiltja, és ha engem megvádolnak, azzal magukat is megvádolják. Ilyen egyszerű. A kockázat ellenére a 42 éves Cockrill még mindig a csúcson van. Életmódja megköveteli, hogy brutális és félelemkeltő legyen. Ő a félelem ura, ahogy az útjába kerülő alvilágot lerendezi. Akik megpróbáltak követni, vagy halottak, vagy életfogytiglani büntetésüket töltik. Ez a legnehezebb munka a világon. A drogdílerek adóztatása ma már nem olyan, mint egykor volt. A dílereknek már nincs annyi készpénzük. A verseny miatt kevesebb a hasznuk, így az adószedő tevékenysége sem olyan jövedelmező már. Emlékszem, 20 évvel ezelőtt kimentünk, és 5 óra alatt 15 000 fontot szedtünk össze, ami elképesztően sok pénz volt. Évekkel ezelőtt még csak pár tucat díler dolgozott egy-egy városban. A drogot és a pénzt a házukban tartották, itt csak oda mentünk, berúgtuk az ajtót, elvittük a pénzt, és már is egy vagyonra tettünk szert. Cockrill adószedőnek nevezi magát, ám az igazság az, hogy hatalmas erejét használva csap le a bűnözőkre és azok ebből szerzett pénzére. De készpénzt kicsikarni a legnagyobb drogdílerektől korán sem kockázatmentes feladat. Hogy egy lépéssel mindig az ellenségei előtt járjon, Cockrill naponta 3-szor edz. Ő egy 140 kg-os szteroiddal telepumpált harci gép, aki azt állítja, hogy még sohasem veszített. Ha elkapnám az utcán, először is beküldenék egy felütést, de ha ez valahogy mégsem menne, akkor egyszerűen elkapnám a torkát. Benyomnám a szemét, és leharapnám a fülét. A füle leszakad, maga üvölt, és közben megfogom a fejét, ahogy a birkózásban szokás. Fájdalmat okoztam? Sajnálom. Kitéptem a fickó szemét, és 3 másodpercen belül vége volt. A szeme, mintha madzagon lógott volna. Leharaptam a fülét és az orrát, de aznap nagy lelkű voltam, és visszaadtam neki. Olyan voltam, mint Hannibal Lecter. Hogy nézett ki az illető? Mint akit Hannibal Lecter elkapott. Sok mindenről állították, hogy elkövettem már, sőt, meg is vádoltak ezek elkövetésével. Megvádoltak már gyilkossággal, 2 rendőr ellen elkövetett gyilkossági kísérlettel, súlyos testi sértéssel, szándékos testi sértéssel, tiltott fegyver használattal, bár a rendőrség még a 2 kezemet is halálos fegyverként tartja számon. Tartóztattak már le zsarolásért, fenyegetésért, emberrablásért, tiltott fegyverviselésért, drogkereskedelemért, adóztatásért, lövöldözésért. Azt állították, hogy emberekre lőttem, embereket öltem meg. Ezzel mind megvádoltak. Ezen kívül szóba jött még gyújtogatás, kocsmák és autók felgyújtásával is megvádoltak. Elkövette ezeket a dolgokat? Hogy elkövettem-e? Ugyan már. Néhányat talán, de nem mindet. Bár Cockrillt már 1000000-szer kikérdezték és letartóztatták, eddig csak veszélyes vezetést, rongálást és fenyegető magatartást tudtak rábizonyítani.
Milyennek találja, amikor verekszik? Teljesen megváltozik. A tekintete üressé, az arca teljesen kifejezéstelenné válik. A szemei is teljesen üresek, aztán a következő pillanatban megint normális. Amanda, Brian társa, mindenről tud. Több mint 20 éve tart ki Brian mellett, annak ellenére, hogy állandóan retteg a bosszútól és a családot fenyegető megtorlástól. Tudja, ez könnyűnek tűnhet, de egyáltalán nem az. Gondolja csak el, hogy azzal megy oda valakihez, hogy adja oda a pénzét, autóját, bármiét. Ha könnyű lenne, mindenki ezt csinálná. Brian a dzsungel törvényei szerint él. Imádja a nagytestű állatokat, és sokat tud a ragadozók viselkedéséről. Egyszer elmentem a Beroim Fancy állatkertbe. Csak úgy áldogáltam, és az egyik nőstény tigris egyszer csak levizelt. A gondozója szerint a hormonok miatt jelölt meg. Érezte rajtam a tesztoszteront. Képzelje csak el, hogy ez a hatalmas vörös macska teljesen levizel. Azzal is megvádoltak már, hogy megkínoztam embereket. Állítólag kalapáccsal egyesével eltörtem a lábujjaikat. Még meg nem mondták, hol a pénz, vagy meg nem ígérték, hogy eltűnnek a városból és békén hagyják az embereket. Azt mondták, hogy soha nem jutottam két lábujjnál tovább. Az adószedő most azt tervezi, hogy szokatlan stílusával megpróbál a politikában boldogulni, és elhatározta, hogy elindul a polgármester választáson. Úgy gondolja, hogy a meggyőzés ereje hatni fog a szavazókra, akik majd támogatják törekvéseit. Miért akar polgármester lenni? Egyszer azt mondta nekem egy néni, hogy volt a polgármesternél, de nem tudott segíteni. És hogy én sokkal többet segítettem. Ő kérdezte, hogy miért nem jelöltetem magam. Mások arra panaszkodtak, hogy nem tudják eladni a lakást, mert a környék tele van dílerrel. Erre én oda mentem, rájuk rúgtam az ajtót, és elzavartam őket a városból. A rendőrség 2 éve nem tudott velük mit kezdeni, én pedig 10 perc alatt lerendeztem a dolgot egyedül. Gondoljon csak bele, hogy mire lennék képes, ha mögöttem állnának az emberek. Biztos benne, hogy magára szavaznának? 100%-ig biztos vagyok benne, mert tudják, hogy én elintézem a dolgokat. A dolgok elintézése Cockrill védjegye. És ha csapata is jelen van, tényleg nem sokan merik kihívni a haragját. Ha megtalálom Lion, bántani fogom, azt tuti. A kábítószerárusokra sok veszély leselkedik. A lista élén Brian Cockrill az adószedő áll, az egyszemélyes harci gépezet, aki a saját állítása szerint is milliókat szedett el a dílerektől az elmúlt évek folyamán. És ha erősítésre van szüksége, hűséges csapata is nagyon meggyőző tud lenni. Íme, Rob, Lee és Kesejű. Nagyon tisztelik őt. Egy szörnyetek tud lenni, ha akar, és nem igazán kedves azokkal, akik nem az ő oldalán állnak. Ugyanakkor úriember, sok nagy ember tiszteli őt, és jól ismerik Északkeleten vagy Londonban is. Mindenkit legyőz. Igen, mindenkit. A legkeményebbeket is. Az öklével. Igen, így van, az öklét használja. Veszélyes ember. Félelmetes. Az adószedő a város szélére siet, hogy elintézzen egy hívást. Egy autót elloptak a helyi kereskedésből. Egy fiatal csóka ellopott egy autót, de nyilvánvaló, hogy többen voltak. Addig furikáztak a városban, amíg a kocsiból kifogyott a benzin. Megjelent a rendőrség, levették az új lenyomatokat, lefoglalták és elszállították az autót, és a tulajnak 300 fontot kellene fizetnie, hogy visszakapja a saját kocsiját. Ez egyszerűen botrány. A rendőrség egy garázsban helyezte el az autót, amiért persze fizetni kell, és azt akarják, hogy ezt én fizessem ki. A szemetek. Még ma megtudom, kik voltak azok, és az is biztos, hogy ők fogják kifizetni a 300 fontot. Induljunk, gyerünk! Olyan vagyok, mint egy francos keresztes lovag ember, mint egy keresztes lovag. Ha az erőszak tényleg nem megoldás, vajon miért cseng megállás nélkül a telefonom?
Tessék! Néhány óra múlva Cockrill már meg is találta az autó tolvajt. A kölyök, aki ellopta azt a nyavajás autót, tudom, hogy a rokonod, úgyhogy ha elmegy Eddiehez és leperkálja a 300 fontot, nem esik bántódása, de ha nem, akkor eltöröm kezét, lábát. Intézd el, hogy fizessen, különben elkapom, Liam, és tudod, hogy ez mit jelent. Nagyon jó szíve van, de tényleg. Ha a barátja vagy, akkor egy életre a barátjának tekint és vigyáz rád. Mindegy, hogy éppen hol vagy, ő megtalál és melletted van. És az ellensége vagy? Akkor is megtalál. Csak más értelemben. Az adószedő és hűséges csapata felkeresik a kérdéses autó tolvajt, és megkérik, hogy tegye jóvá a bűnét. Órákkal korábban a tolvajt valaki már megverte, de hogy ezért ki a felelős, arról senki sem beszél. Nem csinálhatsz ilyet csak úgy, fiam, mert egy gödörben elásva végzed. Adtam neki munkát, de egyszerűen nem bír magával. Senki nem fog megütni, nem kell pánikba esned. Csak megpróbálod felvilágosítani, hogy helyesen használd a fejed. Sajnálom, tényleg sajnálom. Fizess neki minden héten, ígérd meg. Jól van, jól van. Rendes gyerek vagy te. Köszönöm, Brian, mindent köszönök. Hidd el, jó fiú, tényleg jó fiú. Tudom, jól van. Az adószedő meglehetősen vitatható módon viszonyul a bűnhöz. Azt mondja, hatékonyabb a rendőrségnél. A magas beosztású rendőrök nem szeretik, hogy az átlag emberek engem keresnek fel, hogy intézzem el az ügyüket. De egyszerűen nem bíznak a rendőrségben. Cockrillt polgármesternek. Szavazzon Brianre. Nézd csak, az adószedő. Az adószedő most szélesebb rétegekhez is el akarja juttatni az üzenetét. Teljes erőbedobással kampányol, úgy érzi, hogy megállíthatatlan. A jövő évi Middlesbrough-i polgármesteri választáson indulok. Szavazzon rám! A nevem Brian Cockrill. A célom, hogy eltüntessem a drogot az utcáról és hasonlók. Hívjon, ha valami idióta felfordulást csinál, én majd helyre teszem. Jól van, vigyázzon magára! Szóval biztosan szavaz, és a családja is. Ezt itt hagyom, minden benne van a kampányról. Nálam jobban senki nem tisztítja meg az utcákat. Na, ne hagyj magára szavazok. Ha tényleg kitakarítja az utcákat, én bármit megteszek magáért. Ki csinálhatná nálam jobban? Rendben, köszönöm a drága idejét, viszlát! Szavazna rám? Igen. Köszönöm, hölgyem, köszönöm. Viszlát a szavazáskor. Indulok a polgármesteri választáson. Szavazna rám? Ki akarja takarítani az utcákat? Mert annak nagyon örülnék. Ott van a haverom, Terry. Cockrill biztosan számíthat Terry szavazatára, aki szintén kemény harcos hírében áll. Nagyon régóta barátok vagyunk. Őszintén mondom, hogy nem kényszeríti az embereket semmire, csak nem tűri az igazságtalanságot, ahogy én sem. Aranyból van a szíve, de nem lehet vele játszadozni, mert ha szükségesnek tartja, egy pillanat alatt szörnyeteggé változik. Ő a mi városunk szörnyetege, de a barátom, és igazi úriember. Számomra nincs fontosabb a barátságnál és a hűségnél. Ezek felbecsülhetetlen értékű dolgok. Az ember nagyon ritkán talál igaz barátra, és ő az. Nem támogatom az erőszakot, de sajnos néha elkerülhetetlen. Nem éppen ideális világban élünk, de a barátság és a hűség nagyon fontosak itt nálunk. Oké, haver, most mennem. Rendben, majd beszélünk. Mindenféleképpen. Jól van, semmi gond. Nézd, mint a katalógusban. Ha megválasztják, Brian ígéri, hogy újszerű módon veszi fel a harcot a bűnözés ellen. Teesside-ban a kocsilopás igen nagy probléma, de Briannek van elképzelése a megoldásra.
Legutóbb az történt, hogy elkezdték üldözni az autót, amíg az belement valamibe, és kihívták a mentőt. Ez butaság a rendőrség részéről, amivel nem értek egyet. A rendőrség üldözi a lopott autóban ülő tolvajt, aki pánikba esik, és úgy vezet, mint egy őrült. Végül elüt valakit, aki meghal. Mindezt egy nyavajás kocsiért. Miért nem szedik össze az autót akkor, miután a tolvaj otthagyja valahol? Legutóbb egy lány elveszítette a lábát, az anyja pedig meghalt egy 400 fontos kocsi miatt. Az adószedő szerint a kocsilopás problémáját nagyon egyszerűen meg lehetne oldani, így aztán a komolyabb problémákra is jutna idő. Látom a lányokat. Ott van egy, oda át kettő. Egy pedig arra. Nézze mekkora. Ez csak egy gyerek, 14 éves forma lehet. Ez gyalázatos. Összeszorul a torkom, amikor meglátom őket idekint. Ezek a lányok nem lehetnek többek 12-14 évesnél. Tele vannak sminkkel, de látszik rajtuk, hogy gyerekek. Ezért akarok polgármester lenni. Érti? Hogy segítsek a gyerekeken. Még nem tudom hogyan, de minden tőlem telhetőt megtennék. Ezek a fickók idejöttek Jamaikáról, és senki nem zavarja őket vissza. Lehet, hogy nem lesz eredménye, de legalább megpróbáltam. Mikor megkérnek, hogy intézzek el ezt, azt soha nem mondom, hogy igen vagy nem, hanem hogy minden tőlem telhetőt megteszek. Maga Robin Hood? Igen, Robin Hood vagyok. Csak nem hordok állarcot. Köszönöm, drágám. Ez aztán tényleg nagyon jól néz ki. Az adószedő nem iszik, nem dohányzik, és a konzervatív családi értékek híve, ahol az asszonynak otthon a helye, és a gyerekeket fel kell készíteni az élet buktatóira. Egyszer fia Jordan nemrég múlt 15 éves, és az apja felügyelete mellett építgeti az izomzatát és az állóképességét, hiszen bármit hozhat az élet. Ez itt a kutyám Charlie, egy törzskönyvezett boxer. Senkit nem szeret, csak anyut, aput és engem. Egy kissé vad, de azért jó kutya. Nagyon okos. Ülsz! Ülsz! Briannek számít a méret. A nagy dolgokat szereti az életben, legyen szó emberekről vagy fenevadokról. Úgy gondolja, hogy hatalmas termete érinthetetlenné teszi. Hé, tűnjetek el innen, halljátok? Tűnjetek el az Isten szerelmére! Ezt mindkettőtöknek mondom! Verekedés tört ki egy helyi kocsmában. Jordan is ott van, és az adószedő aggódik. Körülbelül 200-an lehettek odabent, a fiam is bent volt, és rajta kívül még nagyon sok gyerek. A Stockton-i srácok nekiestek az Ingleby Borwick-i srácoknak. Amikor megtudtam, mi történt, azonnal idejöttem. Kint volt már vagy 40 rendőr, megpróbálták megakadályozni, hogy bemenjek, de ellöktem őket az utamból, hiszen a fiam odabent volt. Kiderült, hogy volt annyi esze, hogy már a verekedés előtt kiment. A srácok mind bevert orral jöttek ki, üveggel verekedtek, és voltak, akiket megkéseltek. Ezek csak 16-19 éves gyerekek, ostobák még, megittak néhány pohárral, és azt hitték, bármikor el tudnak verni 10 embert. Hány srácot késeltek meg? Csak Richie-t. Ide rohantak, aztán én átfutottam. Mire az egyik elkezdett hadonászni felém. Mikor ezt megláttam, azt hittem végem, úgyhogy nekiestem. Sziasztok! Szóval lóbálta a kést. Én pedig ütöttem olyan keményen, ahogyan csak tudtam. És a következő dolog, amire emlékszem, hogy üveggel megvágták. Aztán kijött a mentő és elvitte. A fiatal Jordan eltette a megkéselt áldozat véres pólóját. Tele van üveggel? Vérrel? Tele van vérrel. Eltette a pólóját. Amikor fiatal voltam és fociztunk, mi is verekedtünk. Mindenki verekszik, de nem így, nem késsel és üvegekkel. Ezek mind tök részegek voltak. Jordan legjobb barátja, a 16 éves Ryan is sokat ivott korábban.
Rengeteget verekedett. Végül hivatalosan is antiszociális viselkedésű egyénnek minősítették. Emeld, emeld! Mielőtt karácsony után elkezdtem edzeni Briannel, nagyon sokat ittam, néhány üveg viszkit naponta, és persze rengeteget verekedtem. Azt gondoltam, hogy az egész világot le tudnám győzni. Hát, őszintén szólva, ez nem igaz. Nem, nem tudnám legyőzni. Csináld meg ötször, rendben? Jordan apja a szárnyai alá vette Ryant, és segít neki fizikumának fejlesztésében. Jól van, ez öt. Brian felhívott egy nap, és azt mondta, elkezdünk edzeni. Azóta, hogy vele edzek, már nem keveredek bajba. Tóld ki a hátsódat, mint egy kacsa. A lapállás. Ez már jobb, bár még mindig kicsi előre hajolsz. Jól van, így már jó lesz. Két bal lábad van. Hat. Jól van, ez az. Jordan hősként imádja apját, és a maga módján ünnepelt hírességnek tekinti. Olyan lábaid lesznek, mint Bambinónak. Nem szeretem dicsőíteni, soha nem is tettem. A legkeményebb emberek közé tartozik, de nincs rá szükségem, hogy mögé bújjak. Egyedül is el tudom érni, amit akarok. Nagyon büszke vagyok rá. Mindenki azt mondja, ha olyan apja lenne, mint nekem, folyton csak dicsekedne vele. De én nem vagyok ilyen. Ő az apám. És én nem nagyzolok vele. Ha valaki idejön és a feleségemet vagy Jordant bántja, egy hívásomba kerülne, és az illetőt egy órán belül agyonlövik. Nem lennének aggályaim, ha valaki a családomat bántja, nem gondolom meg kétszer, mit teszek. A város bizonyos negyedeiben, egy adott társadalmi rétegben maga a törvény. A rendőrségnek mi a véleménye erről? A rendőrök ezt jól tudják, és a magas beosztásúak nem örülnek annak, hogy több hatalmam van, mint nekik. Hiszen lényegében erről van szó. Ez egy játék a rendőrség és maga közt. Igen, egy macskaegér játék. Nem engedhetem meg, hogy elkapjanak, bár szerintem most inkább én vagyok a macska, és ők az egér. Ebben a játékban az adószedő a néhány százastól a több ezer fontos ügyekig bírónak és esküdtszéknek tekinti magát. Egy alternatív igazságszolgáltatás, akit azok használnak, akik nem bíznak a rendőrségben. Betörtek a boltba, és szóltam Briannek. Van bent kamera, amit megmutattam a rendőrségnek, de azt mondták, hogy rossz a felvétel, az elkövetőt nem lehet felismerni. Mennyi időn be került megtalálni? Kevesebb, mint fél órába. Megnéztük a felvételt. Brian felismerte a fickót, megkereste, és még a kirakatot kifizettette, amit betört. Azért remek. Igazán remek. És a kölyök nem került börtönbe. Az anyja megkeresett, és megköszönte, hogy segítettem nekik. Kiabáltam, hogy eltöröm a kölyök csontjait, de nem bántotta volna, hiszen még csak egy gyerek. Az anyja pedig megköszönte, mert úgy ráijesztettem a fiára, hogy azóta felhagyott a betöréssel. A környékbeli kölyköknek csak megemlített Brian nevét, tudják, mi a dolguk. Cockrill jövője, mint harcos, biztonsági szakértő, zsaroló és egy személyes igazságszolgáltatás nem tarthat örökké. Kevésbé veszélyes tevékenység után néz. Egy csomót elbocsátottak. Ez egy ipari övezet, itt van a British Steel, az ICI és hasonlók. És 30-40 év munkaviszony után 50 ezer fontot is kaphatnak, amit aztán cigarettába fektetnek. Belgiumban vagy Spanyolországban megveszik a cigarettát dobozonként másfél fontért, majd itt eladják 250-ért, és egy doboz cigarettán keresnek egy fontot. Ha 20 ezer dobozzal számolunk, az 20 ezer font. A cigarettában egyszerűen rengeteg pénz van. A cigaretta jóval jövedelmezőbb a kábítószernél, és a börtön sem jelent akkora fenyegetést. Az ember kaphat 3 hónapot, ha cigarettával kereskedik, míg néhány gram heroinért vagy kokainért 3 évre sittelik le. Ami nem mindegy, nem is beszélve arról, hogy a cigarettában jóval több pénz van. Vannak, akik 60 ezer fontot is megcsinálnak hetente. Jó van, Kev. Minden rendben?
we should keep him out of trouble. Gyerünk, ígyunk valamit. A közeli Hartlepoolban Brian találkozik néhány cimborájával. Kikapcsolnám a kamerát egy időre, most kimegyek, és ezt nem veheti fel. Vannak titkok, amelyeket az adószedő soha nem fedhet fel. A munka letudva, ideje komoly dolgokkal foglalkozni. Ez aztán jól néz ki. Eszem egy kis csirkét, megveszek ebből is. Szeretem a tengeri herkentyűket. Az adószedő naponta 6-szor étkezik, és összesen 12.000 kalóriát fogyaszt el, ami akár 4 embernek is elég lenne. Ez az egyik kedvenc helye, ahol annyi tehet, amennyi belefér, amit Brian igazi kihívásnak tekint. Azt állítja, hogy egyáltalán nem mohó. Egy kemény harcosnak tehetségre, edzésre és bőséges kalóriabevitelre van szüksége. Az adóztatáshoz tudni kell verekedni. Előfordulhat, hogy házhoz kell menni, ahol be kell rúgni az ajtót, és az ember 10 fickóval találja magát szemben. Egy embert könnyű megadóztatni, de lehet, hogy sokkal többen vannak. Néha 10 percig is verekedni kell, így ezt a munkát csak felkészülten lehet végezni. Vagyis edzeni, sportolni kell. Enélkül nem megy. Brian még nem találkozott olyan emberrel, aki felvehette volna a harcot az izomzatával. Hamarosan találkozik állati megfelelőjével. Nézd, olyan, mint egy igazi szörnyetek. Hatalmas. Az én karomban óriási erő van, de ha ez egyszer összecsukja a száját, ez hihetetlen. Brian Cockrell az egyszemélyes igazságszolgáltatás, aki a pénzük miatt vadászik a drogdílerekre. Hogy profi szinten üzze mesterségét, be kellett bizonyítania az alvilágnak, hogy megállíthatatlan, és hogy bármit hajlandó elkövetni a készpénzükért. Ebben a játékban a hírnév a legfontosabb. Megfogtam és rádobtam a márványasztalra. Majdnem eltörtem a hátát. Az 5 cm vastag asztal ketté tört. Ketté hasítottam az orrát és a földre rogyott. Felállt, megint lefejeltem és a padlóra küldtem, pedig még meg sem ütöttem. Összesen 3-szor fejeltem le, mielőtt kialakult volna egy 10 perces bunyó. Learaptam az egyik fülét, a másiknak csak a felét. Elkerülhetetlen volt, hogy ez a szteroiddal töltött hústorony előbb-utóbb emberére találjon. Ő volt Lee Duffy, egy fiatal boxoló és utcai harcos, akinek elképesztő híre volt már az alvilágban. Brian állítása szerint, amikor végül találkoztak, Duffy sem tudott mit kezdeni az adószedő balhorgával. Rám támadt, megpróbálta elkapni a lábaimat, hogy a levegőbe emeljen, de nem bírt az erőmmel. Azt hiszem, hogy akkoriban én voltam a világ legerősebb embere. Elkaptam Lee-t, megfogtam és nekivágtam ennek az ajtónak, és belevertem a fejét. Lefejeltem, majd megint nekivágtam az ajtónak. Ezután még 2-szer lefejeltem, könyökkel arcon vágtam, és ahogy összerogyott, a térdemmel is beküldtem egyet az arcába. De mint Butch és Sundance, miután PP verték egymást, a legjobb barátok lettek. Azt mondta, te jó ég, ekkora termeted, bizonyára teljesen elment az eszem, hogy nekiállok verekedni egy ekkora emberrel. Ő nem volt igazán nagy darab fickó, úgy 1,80 magas lehetett, és talán 110 kiló. Azt mondta, hogy soha nem találkozott olyan erős emberrel, mint én. Amikor összeálltunk, mi voltunk a legrettegettebb páros, 10 szájban is. Amikor elindultunk adóztatni, a dílerek eltűntek és bezárkóztak. A Duffy-Cockrell páros szükségszerűen ellenségeket szült. Hamarosan vérdíjat tűztek ki a fejükre, és felbéreltek ellenük egy bérgyilkost. Lee-vel jártuk az utcákat, míg egy fickónak az volt a feladata, hogy végezzen velünk. A fickót, akinek le kellett volna lőnie, végül elraboltam. Elhoztam ide, összekötöttem kezét, lábát, és belerugdostam a tengerbe. Kibeemeltem a fejét a vízből, 20-30 másodpercig hagytam fuldokolni. Aztán kihúztam, és nem volt vele több gondunk. Elvettem a pénzét, elég sok volt nála, mivel drogdíler volt. Aztán 3 hónappal később valaki agyonlőtte.
Maga felelős a haláláért? Nem, nem vagyok felelős. Megvádoltak vele, de nem én voltam. Már bosszút álltam rajta korábban. Egyébként egy rettenetes nagy rohadék volt, nem sajnáltam. Ha valaki meg akar ölni, nincs más választásom, mint hogy jól helyben hagyja. Bedobom a tengerbe, és nem érdekel, mi lesz vele. Miután ártalmatlanították a bérgyilkost, az adószedő és Lee Duffy érinthetetlennek tűnt. Ám a társulásuk végül brutális véget ért. A Teesside-i boxoló és kidobó Lee Duffyt tegnap éjjel halálra szúrták Middlesbrough központjában. A gyalogos átkelőnél talált vérfolt kegyetlen emlékeztető a gyilkosságra. A rendőrség szerint Lee-t egy alvilági viszály során ölték meg. Lee Duffy egyszer azt mondta nekem, Isten nyugosztalja, hogy nem érem meg a 30-at, ha fegyveres drogdílerekkel harcolok, és hogy nem tisztelem a saját életemet. Végül ő ment el, és én még itt vagyok. És éppen ez a leghihetetlenebb Brian Cockrell-lel kapcsolatban még ma is itt van, és ma is benne van az üzletben, még ma is adóztat. Azt mondja, hogy ezt annak köszönheti, hogy minden kellemetlen esetből megtanulta a leckét. Egyszer olyan hajnali öt körül jöttem ki egy barátommal rangiddal, egy pakisztáni fiúval. Egy fiatal kölyök már várt rá a puskával. Az egyik autó mögül ugrott elő hirtelen, és közben ordított, hogy lelőlek, te nyomorult pakisztáni. Mondtam neki, hogy tegye le a fegyvert. Olyan közel állt hozzám, mint most maga. Én pedig folyamatosan mondtam, hogy tegye le a fegyvert, ő pedig azt üvöltötte, hogy lelő. Mondtam neki, hogy akkor lőjön le, és végtére is, ha lelő, akkor meghalok. Engem nem különösebben izgat a dolog, de van egy csomó szemtanú, és egész hátralévő életére börtönbe kerül. Erre fogta magát, és elszaladt. De végül is a golyó elől nem lehet elfutni. ...1992-ben az adószedőtől elpártolt a szerencse. Erőszakos viselkedése túl sok mindenkit dühített. A helyi bűnözők elcsalták egy házba, de ez csapda volt. A ház már nem a gengszterek tulajdona, de az emlékek így is felkavaróak. Megjelent egy fickó és fejbevágott egy kalapáccsal, egy másik pedig fegyvert tartott a fejemhez. Össze-vissza verték a fejemet, tele volt lyukkal. Csak a haja miatt most nem látszódik. A testemen keletkezett lyukakat összesen 160 öltéssel foltozták be. Megpróbáltak a földre teríteni, de nem hagytam magam, végül mégis sikerült. Elkezdtek ütni boxerrel és vágódeszkákkal. Megpróbálták eltörni az állkapcsomot, de nem sikerült nekik. Hát nem az a fickó vagyok, akit a fejbe kólintanak egy pisztollyal, azonnal összeesik. Végül mindannyian elhagyták a házat, és a szomszéd bevitt a kórházba. Amikor kinéztem, láttam Brian-t, ahogy a falnak támaszkodik. Csak arra tudtam gondolni, hogy te jó ég. Minden csupa vér volt. Valószínűleg alvilági figurák állnak Brian Cockrell brutális megverése mögött, akit egy banda hagyott magára, miután kalapáccsal és baseballütővel megverték. Megmutatná néhány sebét? Kalapáccsal ütötték a lábamat, jól látszódnak rajta a kalapács ütötte lyuka. Ez is egy kalapácsjuk. Ütöttek már csövekkel, és kést szúrtak a lábamba. És a combom is tele van forradás nyomokkal. Itt, ahol teljesen lejött a bőröm, itt szúrtak meg, hátulról. Nem gondoltam, hogy viszont láthatom. Olyan sok vért vesztett. Azt hitte, hogy meghalok. Tényleg azt hittem, hogy vége van, és az is biztos, hogy ezt egy normális ember nem élte volna túl. Ebben más biztosan belehalt volna. Az eset persze tovább emelte a híremet, hiszen elég elképesztő, hogy 12-en nem bírnak elbánni egyetlen fickóval, holott kést, fegyvert, baseballütőt is használtak. Azt hitték, soha többé nem látnak, hogy eltűnök Blackpoolban vagy Spanyolországban. De nem így történt. Azt mondták, őrült vagyok, és csak akkor állíthatnak meg, ha megölnek.
Az adószedő hamarosan visszatért a régi szokásaihoz. Vádat emeltek ellenem fegyveres rablásért. Hallottam a szirénákat, és már ott is termett a rendőrség. Kiabáltak, hogy fegyver van náluk, mindenki feküdjön a földre. Lefeküdtem a földre, ahogy azt kell. A kezeimet a hátam mögé raktam. Megbilincseltek, és bevittek a kapitányságra. Azt mondták, hogy elkaptam egy fekete fickót, pisztolyt fogtam a fejéhez, és elloptam tőle 50 kg heroint. A fickónak azonosítania kellett volna, de azt mondta, hogy nem én tettem. Állítólag a rendőröknek azt mondta, hogy a fickót Briannek hívták, és 150 kilós volt, de nem azonosított. Én vagyok az egyetlen ember, akit azért tartóztattak le, mert elvette a dílertől a narkót, de a díler végül nem adta ki. Erre nagyon büszke vagyok. Nem csodálom, hogy a tanú így tett, mintha ott se lett volna, illetve hogy nem szolgál bizonyítékkal. Maga megtette volna? Kétszer is meggondoltam volna, és természetesen megértem azokat, akik nem tették meg. Volt rá példa, hogy valaki tanúskodott volna maga ellen, bármikor. A bíróságon soha. Furcsa módon megváltozott a vallomás. Igen. Vagy elmentek nyaralni. Igen, elmentek egy hétre. Néha történnek rejtélyes dolgok, nem igaz? Gondolom, a rendőrök mérgesek voltak, hiszen hiába emeltek vádat, soha nem sikerült végigvinni az ügyet. Úgy tudom, hogy csak közlekedési kihágásért vonták felelősségre. Ez hogy lehet? Mert soha semmiben nem találtak bűnösnek. A rendőrségnek nem volt bizonyítéka, így aztán elítélni sem tudtak. Az elmúlt 6 évben az adószedő szünet nélkül dolgozott. Nem utazhatott külföldre, mert a kutyái olyan vadak, hogy a családon kívül senki nem gondozhatta őket. De most Jordan otthon maradt a kutyákkal. Brian és Amanda pedig elutazhatott a Kanári-szigetekre, ahol egész évben süt a nap, és otthoni kényelemben lehet részük. Megadóztatja a cseresznyémet, az adószedő felesége. Imádom a Kanári-szigeteket, itt egész évben süt a nap. Isteni, végre napozhatok. Végre egy kis nyugalom. Csodálatos. Gyors, nem igaz? Olyan hangja van, mint nekem kaja időben. Nagy-Britannia legerősebb embere. Ugyanez volt Görögországban, ahol imádják Herkulest meg Achillest, az ilyen erős embereket. Mindenki csak bámult és csodált, mert látják rajtam a kemény munkát. Vehetnénk egy ilyen dohányboltot, mint ez itt. Bár pihenni jöttek, az üzletet sem hanyagolják el teljesen. Nézzünk körül, mi a helyzet. Ez itt átszámítva 12 fontba kerül. Mennyi ez Angliában? 25. Hát ez az, óriási a különbség. Gyakorlatilag fele annyiba kerül itt, mint otthon, sőt kevesebbe. És a raktárból még olcsóbban lehetne beszerezni. Mennyi ez otthon? 20 font? 18 font? Na és itt? 6-25. Mi van, nem figyelsz? Mennyi ez? Körülbelül 20 font lehet otthon. Ide fogunk járni az elkövetkezendő években pihenni. Nagyon tetszik az itteni kultúra. A spanyolok jóval nyugodtabb emberek, mint a britek, és nagyon kedvesek. Ráadásul Jordannek is nagyon sok lehetősége van arra, hogy vízisportokat űzhessen. Jet skizhet is például. A piacon pedig rengeteg ruhát vásárolhatunk magunknak. Nagyon tetszik ez a hely. A sziget rendkívül vonzó az adószedő számára. A helyieket lenyűgözi a mérete. Komoly üzleti lehetőségek vannak errefelé, az állatokról nem is beszélve. Szevasz, te nagy darab! Jézusom, ez gyönyörű! Elképesztően erős a harapása, hihetetlen erő rejlik benne. De azért én erősebb vagyok a krokodilnál.
Nem biztos, hogy én vagyok a legerősebb ember, de remekül harcolok, és a kettő együtt már nagyon veszélyes. Hatszor erősebb vagyok egy átlagembernél. Hol van a víziló? A 30-asnál, mi pedig a 8-ason vagyunk. 30-as? Az anakonda 9 méter hosszú és 80 cm széles. Embert is öl. Menjünk a vízilovakhoz, Amanda. Néha tényleg ijesztő, hogy több száz kilós dolgokat is odébb tudok rakni. Az a baj, hogy így nagyon könnyen meg lehet ölni valakit verekedés közben. Nem attól félek, hogy mit tehetnek velem, hanem hogy én mit tehetek másokkal. Itt van a kicsike. Ketté tudja harapni az embert. Egyszerűen óriási, majdnem 2 tonnás állat. Ez elképesztő. 6-szor erősebb, mint az ember. Mármint a csimpánz, a gorilla legalább 8-szor. Nézd mekkora. Ő itt a főnök. Feljegyeztem, hogy mit tettem a nyaralás alatt. Elmondom az első napot, az egész hetet most inkább kihagynám. Szóval, reggelire volt 4 kávé. Egy banán, egy alma, egy körte, egy narancs, piskóta tejjel, 3 joghurt, 4 pirítós, rántotta 3 tojásból, virsli babbal, gyümölcslé, 4 bacon. Ez volt tehát a reggeli. Ebédre volt 2 szelet hús zöldséges tésztával, krumpli, rizs, gyümölcskoktél, 3 fagylalt, 1 zselé, csokoládé, torta, energiaital, 2 joghurt, 1 sonkás szendvics, illetve 2, és 4 csésze kávé. Vacsorára volt először egy köris csirke sült rizssel, aztán pedig köris marha tésztával, 3 kehely fagylalt, 1 piskóta, teljes kávé, 2 Sprite és 3 deci víz. Késő vacsorára volt 2 üveg víz, 2 jégkrém, 1 banán, 3 kávé, aztán 1 újabb üveg víz, 3 hotdog, 2 zsömle, 2 hamburger, megint 3 zsömle, aztán 4 joghurt, 1 pohár Fanta, 1 pohár narancslé és 2 kóla. Hajnali 2-3 felé ettem 1 sonkássajtos szendvicset, és ittam 3 deci tejet. Nagyjából ennyi. Odahaza naponta 5 liter tejet iszom, de a tej itt rettenetes. Brian Cockrell tudja, hogy gangsterként és adószedőként a napjai meg vannak számlálva. Ahogy egyre idősebb lesz, nem tud majd vagyonokat kizsarolni a bűnözőkből. Vajon hátat tud fordítani a bűnözői életmódnak? Szia! Ez a papagáj volt, nem én. Szia, fiam! Egyszer volt egy papagájom, Heronnak hívták, mert igazi szörnyeteg volt. Odaadtam egy barátomnak, és 2 nappal később elkezdett beszélni. Ha a rendőröknek is beszélt volna, legalább 30 évre leültetnek. Mindent látott. A fegyvereket, mindent. Tudom, hol vannak eltemetve a tetemek. Az udvarban? Hogy hol vannak eltemetve a tetemek, az igazi problémát jelentett az adószedőnek. Mint sok rejtélyes alvilági figura, ő is kendőzetlenül megírta egy könyvben az élet történetét. De a legsokkolóbb történeteket soha nem mesélheti el. Egy teljes vallomás egyenesen a börtönbe vinné. Nem mondhatom el, hol vannak eltemetve a tetemek, nem igaz? És azt sem mondhatom meg, hogy hány embert lőttem le, sőt azt sem, hogy egyáltalán lelőttem-e valakit. Nem mondhatok el olyanokat, amiért nem voltam letartóztatva, vagy hogy kiraboltam ezt és ezt a helyet, majd ezt és ezt én követtem el. De ami a könyvben van, azokkal mind megvádoltak. Ez valószínűleg csak a jéghegy csúcsa ahhoz képest, hogy mennyi mindent követtem el az életem során. Ez még semmi. Brian Cockrell az adószedő, igazi rejtély, meggyőző és félelmetes, nyers és őszinte. Valakivel brutális, még másokkal könyörületes. Nincs még egy ilyen ember, bár az adóztatásnak hamarosan véget kell vetnie.
Ahogy az ember öregszik, rájön, hogy a legértékesebb dolog a szabadság és az egészség. Amíg az ember fiatal, nem törődik ezekkel. Ha valaki üzletet ajánl, most átgondolom, pedig régebben mentem és berúgtam az ajtót. Ahogy idősödik, úgy kell dolgozni az egészségért és az erőért. Mi lesz 75 évesen? Már most sem vagyok fiatal, 42 éves vagyok. Ha még mindig itt leszek, vagy csak lesz valahogy, de az adószedésnek hamarosan vége, mert túl sok díler van az utcán. Sokan, akik sok pénzt szedtek össze, ahogy maga is, több millió fontot, el is herdálták a vagyonukat. Mi a helyzet magával? Maga is elherdálta azt a rengeteg pénzt? Igen, elherdáltam a pénzt. Nagyon nagy lábon éltem, és nagyon pörögtem. Nem fél attól, hogy valaki előveszi a fegyverét és megöli? Mindegy, hogy milyen nagy, vagy mekkora a bicepsze, ha jó helyen találja el a golyó, meghal. Ez nem zavarja magát? Nem. Az adószedő jövője bizonytalan. Nehéz harc előtt áll, ha polgármester akar lenni. Bármikor kaphat egy golyót az adóztatásért. De az is elképzelhető, hogy betartja az ígéretét, és nyugágyakat ad majd bérbe a spanyol tengerparton. De a legjobban attól kell félni, hogy áthelyezi székhelyét az ország másik részébe, és minden kezdődik előről. Ezt csak az adószedő tudja. De nem mondja el.